Na, sziasztok, üdvözlök! Mindenkit itt vagyunk most jelenleg Újpesten, és most egy gőzös fogunk megkeresni itt az Adadi utcába. Hogyha remények, itt lesz valaki közelben, és meg is fogjuk találni. Egyébként ez már a felújított újpesti megállóhely. Ja, itt van Zoli is egyébként. Hát, és ameddig ide felértem a vonattal, pont a Zoli videóját néztem, amit most lakott fel, is a régen. Egyébként azt hát, nem tettem volna. Már 48 percet láttam belőle, úgyhogy... Akkor. Új videó szegedi, tavaly szegedi túrányban most tettem fel nemrég. Aztán most, úgyhogy most az egy órás. Ez nagy azért, az első fél volt, amit láttam, az szép volt. Egyébként meg itt az első vágány, ez is kérdőt, és hát néha használják az előbb is. Felújítás óta két vágányos lett. Előbb is és épült ide egy lift is, bár ez még nem működik, mert ez fog majd emelni közvetlenül a metróhoz, ez megy a metróhoz majd. Bár ez az a durva, hogy ez központ felé megy le majd, nem pedig azért. Hát, ja, a másik lesz az szerintem, amíg ott van. Van itt egy a pedon végén, szerintem ez fog majd a másik pedonhoz lemenni. Ezt előbb kipróbáltam, nem működik még, hát nyilván mert le van zárva a megálló is. Hát igen, senkit arrafele van az északi összekötő. Vasúti híd eddig épült ki a dupla vágány. Ugye Rákos rendezőtől egészen Angyalföldig eddig is két vágányú volt a pálya, és eddig megcsinálták. Hát az északi összekötő híd miatt itt egy vágányú maradt. És majd csak az Aquincumi megállóhely után lesz ismét két vágányos. Hát itt van a lift is. De szerintem ez egyébként ez minden működik. És egyébként már be van drótozva, tehát ez a másik a felújítás óta, hogy be van már drótozva. Úgyhogy be fogom majd vágni azt a videót, de itt már fölöttök járnak, pont sikerült is egyet elkapni. Igen. Főleg amikor ott a hídról jönnek le a vonatok az ívbe. Hát így néz ki most jelenleg Újpest hospitálomás. Úgyhogy ez a szokásos egyen viakolót, felon ugyan, hogy egyen korlátok, hát ahogy ez a felújításoknál szokás. Épült itt egy zajvédőfal. Más itt nem történt. Ott a háttérben a hányos után, tudom, amúgy csak nem zúgolok rá, mert merül a kicsi. Ja, igen, az a tévét adom, igen, meg a kémény. Kémény. Igen, ezt egyébként március 5-én szokták egy nemzeti színűre kivilágítani. Na, igen, igen, és egyébként ott van, igen, ez a tévét adom. Hát jó, nyilván a metrót még építik. Azt, ha minden igaz, év végén fogják átadni, hát vagy akkor se. Ott a buszállomás. És egyébként nekünk valahova arrafele kell menni, de majd mindjárt megnézem a térképen. Hogyha jól látom, akkor majd megnézzük. És akkor most meg... Ja igen, a gőzösről még azért annyit mondjuk, hogy először is a Förtel Balázsnak köszönöm az infót, igen, mert... neked köszönöm. Mert ő küldött róla képet, hogy pontosan hol van. Én a Facebookon a napjában láttam. Nekem elküldte ezért privátban, hogyha érdekel. És a kép alapján nagyjából bejelöltem azért a Google utca képen, hogy hol lehet. Ja. Úgyhogy nem értem, meg fogjuk találni. De hogy került oda, azt nem lehet tudni. Az én sem tudok semmit. Jó kérdés. Meg reméljük ott van. Nem régi kép, úgyhogy ott van az még, csak... Ja. Hogy jutunk el addig, az a kérdés. Jó a póló. Ja, várjál, az Zolinak az én metró, igen. Igen. Metrósa, nekem meg BKV figyelős, Ikarusz. Na, egyébként meg most már tényleg ennyi lesz egyelőre, mert kurva nehéz az új fényképezőt. Ja, van egy súlya, akkor Zolinak van egy új fényképezője. Csak úgy mutatom, hogy ez a Sony nem egy, tehát ez egy DSLR-rel vetekszik majdnem. Hát majdnem, mert ez itt egy DSLR, és akkor... Ennek is van súlya, de hogyha megfogja, akkor látjátok. Egy pillanat, csak kivel már. Látjátok, igen, azért van neki. Akkor fogja, látod, azért van súlya. Hát nehezebb, mint egy kompakt szappantartó, meg mint ez a kamera mondjuk. Na mindegy, srácok, ennyi lett volna akkor innen, és akkor megyünk gyorsan. Akkor menjünk. Nem akarok hosszú videót, mint megint két órán keresztül láttam, az előző kis úgyhogy. Hát igen, hosszú videóból lesznek akkor, még. Akkor majd jelentem. Egyébként szintén spoiler, hogy holnap kijön az a hosszú videó, amit Rikárival, amikor sörtbogba beszélgettünk, azt holnap reggel fogjuk kitenni. Mi mind a ketten, és a Rikári is lesz legalább egy óra szerintem. Jó van, na. Úgyhogy egyre egy jó. Ennyi akkor lenne innen. Menjünk, keresik meg a gőzöst. Na, és akkor amiért jöttünk, azt itt megtaláltuk. 326-321-es pályaszámú gőzös.
És egyébként itt van ez az autóklub területének a szélén, műszaki vizsgás helyen, és nézzétek meg sín, és még egy-két alfa is van ette. És egyébként az oldalán van egy tárolóban, mindjárt megmutatom az a túloldalt, van, hogy a közlekedési múzeum tulajdona. Rejtély, mit keres itt? Hát még ennél jobban nem lehet, de majd a másik oldalról is csinálok róla fotókat, meg videót. És hát itt lenézzétek meg teljes terjedelmébe, itt van. Ahó, és itt még közelebb is lehet menni hozzá. És itt van a tábla, közlekedési múzeum tulajdona. És ez pedig az adatlapja. Hát látjátok. Hogy ez miért került ide, és milyen pont érdekes, mert lehet, hogy gondolom a vas történetében nem fogadták, aztán... Igen, azt nem írják, hogy került ide, és mikor. Na, viszont itt van a minden... De itt van a tehervonati üzemre készült, igen. Itt van, hogy 1894-ben készült. Állomási tolató mozdony volt. Mindig fölmászni rá, mehet, de azért így a konyhába bekukkantok nektek. Itt van a kazán, rajta, ez meg konyhája. Nem tudom, ebből mit fogtok látni, de megpróbálom ezt is. 1969-ben. Ez pedig itt a szerkocsi mögötte. Ebbe tárolták a szemet. És mellette meg ez egy kerékpárút van, vagy mi ez itt, ez nem tudom, de itt is be lehet jönni. És akkor így néz ki hátulról. Egyébként Újpesten van az Aradi út. Ja, igen. Még nem tudnak. Igen, és a háttérben vált az autóklubnak a székháza. Ja, igen. Hát ez az érdekes alakú épület, erről meg lehet ismerni. Itt van, nem lettem maga a kettőt. És azt nézem, hogy... Ja, igen, tényleg, amikor az esztergomi vonal is itt van. Viszont közlekedési lámpa. Azt szerintem nem tudom, hogy mit keres itt, de... És egészen eddig vannak sínek, még vasúti átjáró is van. Ami nem is működik amúgy. Igen. Ez jó kérdés, hogy ezt miért tették ide. Igen, pont azt néztem az előbb is, hogy még vasúti átjárót is építettek ide. És itt van a vágánynak a vége, de... És itt meg egy járda van, meg egy bicikliút. De ez hova vezet? Ja, az nem tudni. Tehát szerintem itt hátulról valahogy be lehet jönni, pedig még azt hittem, hogy ez itt már az autóklub területe, de ezek szerint nem. Hanem itt járda van. Jó, hát... Viszont... És itt van maga a mozdony a másik oldalról, és hát ennyire lehet megközelíteni. Jó, néz ki, amúgy. Ott van a végén a szerkocsi is. Hát, csak, hát igen, szegény kell elég gyilosdás már. Hát igen, de... Remélem azért jobb sorsa lesz, és előbb-utóbb innen valahol hát, reméltem, kap egy állag megóvást. Azt akár itt is megkaphatja. Hát, te a közlekedési múzeumé, tehát reméltem azért vigyáznak rá valamennyire, meg azért ugye rajta tartják a szemüket, nem csak itt hagyták. Ja, és persze nem tudom, hogy ja, mindegyet az elmondom még egyszer, mert lehet, hogy ki lesz vágva, de a Föltner Balázsnak az infót az köszönjük, mert ő szólt nekem róla. Ja, igen, a 101-es busszal lehet ide jönni. Igen, az Aradi utcán. Majd, hogy nem ott van valahol szemben a megállója, így nem is kell, hogy ha azzal jöttek, akkor nem kell sokat gyalogolni. Egyébként az Újpest megállóhelytől se kell sokat. Igen, pár perc. Hát mennyi 5 perc alatt ide értünk, nem volt egy nagy dolog. Igen, kell. És benne volt 2 perc térkép nézegetés is, mert nagyon nem néztük, hogy hova kéne jönni. Nézzük meg itt még egyszer a szelkocsit. Ugye a szelkocsi az ez lenne, itt van mellette, és hát innen, ebbe tárolták a szemet, és a fűtő az innen lapátolta a kazánba. Ezt pedig a mozdony konyhájának hívják ezt a helyiséget. Itt a gőzösöknél ott van a kazán, az ott az ajtaja a kazánnak, és meg egy-két fotót lövök róla, igen, ha már itt vagyok. Nyitni, és akkor onnan lapátolták a szerkocsiból bele a szemet a kazánba. Hello! Videós kollégák összefutnak.
És hát itt van ugye az, ez a közlekedő járda, itt az a fogantyú kapaszkodó, tehát hát erre, melyik menet közben nem volt szabad soha kimenni javítani a gőzös, de ezt arra használták, hogy ugye itt lehetett fölmászni, és hogyha valami javítást kellett ott csinálni, vagy távfejszele fennakadt, vagy ilyesmi, akkor az ott lehetett. Hát a gyakorlat az azt mutatta, hogy sokszor kiment a fűtővé a mozdulvezeti menet közben is kopogtatni a távfejszelepet, tehát volt is belőle egy pár baleset, és itt van a dudazat, tehát ez hajtotta meg magát a kereket. Hát nagyon más, nem tudom, mit lehetne elmondani, de még megnézzük itt kicsit alulról is. Már nem ennyire lehet, most nem mászok be alá, most örülnének neki. Hát és hát nézzétek, meg itt van a kerek, forgóváz, minden itt van. És itt van az ütköző, meg egy csavarkapocs is. Hát azért egy kisebb generál azért ráférne, de itt annyira rossz állapotban nincsen. És hát reméljük, hogy a közlekedési múzeum miatt azért reménykedjünk, hogy rajta tartják a szemüket, és hogyha tényleg szükséges, akkor azért törődnek velem. Próbálom úgy, hogy háttérben benne legyen a gőzős. Megtaláltuk, amit kerestünk, ezért készülnek a videók róla. Úgyhogy végül is amiért jöttünk, az megvan. Ezt is meg tudtam nektek mutatni. És egyébként nézzétek, még itt van errefele. Valami út van még erre. És mi érdekes, hogy itt a semmi közepén van egy közlekedési lámpa. Igaz, hogy nem működik, de van. És ez is látszik, hogy... És ezt az átjárót meg használják, mert itt fényes a sín. Úgyhogy... Ezt pedig megpróbálom majd kideríteni, vagy hogyha bármi infót tudok, akkor azt ki fogom írni, hogy ez miért itt van, hogy került ide, mióta van itt. Közlekedési múzeum, miért nem ott van, ezeket majd később. Ehhez viszont csatlakozom, hogy ugyanezt szokom mondani én is. Tényleg semmit nem tudunk igazából, azon kívül, hogy az oldalán rajta van pár info. Igen, azon kívül, hogy szóltak nekünk, hogy itt van, és esetleg megnézhetjük. Igen. Kijöttünk megnézni. És megnéztük. Ennyi. Úgyhogy akinek van kedve, itt megtalálja az Aradi utcában. Ja. Sőt, hogyha valaki még tud ilyen gőzöst, ami így el van dugva, meg nem annyira szembetűnő, hogy van, akkor nyugodtan jöhetnek azért a GPS kódot, meg Google Maps linkek is, vagy a bármi, és akkor ki fogok menni, hogyha tudom. Vannak ilyen véletlenszerű találkozások. Békés Csabán is egyszer volt, hogy egy autózás közben szúrtam ki egyet. Egy ipartelepen, egy üres telken, egy gőzöst. Arról is van fent egyébként videó. Na, ott jön egy repülő is. Igen, ott jön egy repülő is. Ugye megnézzük, hogy milyen. Nem lehet annyira rázumolni, hogy lássuk. Mindegy meg. Hát a repülőből van nálunk is elég, én pont egy légi folyosó felett lakom, aztán ott állandóan jönnek-mennek. Ráadás érdekesség, hogy ugye pont itt nézegettük, hogy ez a sínszál, ez mekkora lehet, de én most végig sétáltam, és ez egy darab, tehát ez nem törvőzés sínszálból rakták össze, valószínűleg azért lett ilyen hosszú, mert nem vágták el, hanem szedeztek itt ugyanakkor a sínszálat, és azt lerakták így egymás mellé. Van itt egy-két régi talpa is, minden. Ez pedig lehet, hogy egy osztopnak, vagy... Hát, nem, az csak egy betondarab. Én messziről tűnt egy szelvénykő maradványa, de nem az. Ez viszont alfa, ezek viszont alfák. Hát ja. Mondjuk, van egy törés a simbe, bár... De nem, de hát az nem hevedel. Meg ez itt lenne egyébként, itt lehetne egy hevedelt tenni, de... Mert ott van neki a lukak. De én szerintem ez egy 24 méteres sínszál lehet így nagyjából, így... Hogyha meg kéne satszolni. Hát lemérhetjük mondjuk, hogy mekkora, így nagyjából, de szerintem egy, szerintem 20. Hát igen, hát, odáig az, ez egy olyan... Hát nem is 24 méter, ez, nem, szerintem az nincs annyi. Ilyen 15, 16. Hát lehet, csak talán. Az... Tippeljétek meg kommentbe, srácok! Hát, jaj, az igaz. Jöhetnek a kommentek. Hát nem tudom, mert van 9 méteres sín, de azok a kis síkfa voltak, ami 9 méter hosszúak meg. Tippeljétek kommentbe, srácok, aki helyesen megválaszolja, az kap egy nagy semmit. Leginkább egy-két jó szót, vagy nem tudom.
vagy kap egy szívet a kommentjére. Mert szabványos most... inszámérméletben van 24 méter, 9 méter, meg újabban 120 méter a hosszú sín, de... Lehet, hogy ez azért is olyan rozsdás, mert ugye a régi korszakból tették ide az 1960-as években, ahogy a gőzös is le lett állítva. Valószínűleg a gőzösen együtt jött egyébként, hogy, lehet, hogy annak tették ezt ide. És lehet, hogy akkoriban még más... fajta sínek, hát lehet, vagy más kategóriás sínek volt. Vagy szerintem eleve bontott volt, aztán lehet, hogy így vágták el, és azért nem szabványos, hát nem lehet tudni. És lehet, hogy rövidebb távú sínek. Persze, ha nem szabványos, mert mit lehet, hogy az. Vagy... Na, igazából itt a egyik autóklubos szervizpontnál megtaláljátok ezt a panelt. Hát itt van egyébként, itt van, tehát itt ránézek az utcára, ott van, azért, tehát másik oldalt már a panelházak itt vannak. Az Aradi utca. 7-20 valamennyi között található. Igen, ott, ott valahol. És arról tudjátok felismerni... Tehát itt van az utca, látjátok. Arról tudjátok felismerni, hogy itt ez a nagy üvegiroda. Igen, ez az autóklubnak a székháza. Ott igen, tehát ez egy... Ez ilyen érdekes alakja van, tehát ez messziről ki lehet szúrni, meg a háttérben a villanyvezetékek, a 120 kV-os körgyűrű. Na, ezzel a gőzössel a háttérben, akkor így mind a ketten így elincsúzunk. Na, ja. Bele is lehet látni, hanem ennyire a szerkocsiba. És akkor így néz ki egy szerkocsi. Onnan lehetett kilapátolni a szenet. Így más edre jobban látjátok. Na, oké, okay, így mondjuk. Innen a gőzös háttérben. Oké, megvan. Ja, meg. Na, akkor ennyi lett volna ez a videó röviden, egy kb. 4 óra 20 perces videó. És hát annyi biztos lesz belőle. Köszönjük a figyelmet nektek, és akkor reméljük, hogy találkozunk egy újabb videóban. Nem tudom mikor, mi lesz, bármi, aztán majd jelentkezünk, srácok, valami. Igen, ahogy mondtuk az előbb is, hogyha tudtok hasonló gőzösöket, ja, akkor mindenképpen szóljatok. Jelezzétek nekünk bárhol, és akkor megyünk, megkeressük. Ahova még akartunk tervezni, gyorsan a videó végén elmondjuk, hogy hogyha lesz időnk, akkor a táp jó szörösi, azt hiszem, igen, ahol, ja, ott, ahol a metrókocsik vannak, igen. Igen, azokat... Azt nagyjából már tudom, hogy hol van, de majd összeszedjük. Meg megpróbáljuk megnézni azokat is, úgyhogy srácok, majd várható az is valamikor, és akkor találkozunk, akkor majd legközelebb valamikor valamilyen videóban. Tartsatok továbbra is velünk, nyomjátok meg a feliratkozás gombot, meg a csengőt mellett. Ja, azt mindenképp. Ja. Mindenképp, hogy nem maradjatok le. Ha még nem tettétek meg, persze, mert... Úgyhogy, na, akkor köszönjük a figyelmet még egyszer, és akkor ennyi lett volna ez a rövidke videó. És akkor találkozunk legközelebb valamikor valahol. Csüssz. Sziasztok. Hello. Ja, hello. Jobban nem látszik, úgyhogy sziasztok.